Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Kijött a Trailer a Farming Simulator 25-höz, és egy pár infót kaptunk a videóból, ugye, hogy pontosan miről is lesz szó ebben az új játékban. De most már kint van a blog is, a hírek, egy csomó minden újdonság, nem csak az, amit a videóban kaptunk. És az első és legfontosabb, hogyha előrendeljük a játékot, akkor mindenképpen megkapjuk ezt a McDonald's pakkot hozzá, majd itt később lesz róla két mutatom tehát érdemes előrendelni. Egyébként, hogyha a Karon ö, kódot használjátok az előrendelésnél, akkor ezzel támogatjátok a csatornát, amit nagyon szépen köszönök mindenkinek. Szóval nézzük akkor, hogy pontosan miről is van szó. Ugye elő, le, elő lehet, már rendelni a farming szimulátort, és akkor ugye ez az új zöld szín, ami itt a 25-ös szám mellett van ugye a logóban, hát ezt mondhatjuk, hogy ugye klassz szín, tehát ez most klassz, ö, klassz lesz ez a Farming Simulator 25, és ugye akkor november 12-én fog érkezni, és ugye azt írja, hogy ugye édes vízzel árasztjuk a mezőket, hogy is termeszthessünk, új gépeket szabadíthassunk fel, és nagyobb mélységet teremtsünk többféle módon. Hát ez így most ilyen magyar fordítás ugye lefordítja az oldalt, igazándiból nem minden tökéletes, de a lényeg az az ugye, hogy rizst fogunk tudni, el fogjuk árasztani a mezőket is is fogunk tudni termeszteni, termelni. Ugye ki lehet válaszolni, hogy hova szeretnénk előrendelni, lehet PC-re, lehet ps re PC-re és mac vagy Xbox-ra. Ugye lehet még ezt a régi fajta, régi fajta CD és dvd és módszert is, hogy ugye készhez fogjuk kapni a kis dobozt, és akkor plusz még ugye a Collector's is olyan, arról is vannak itt képek. Ugye itt van a videó, ami volt, és akkor ugye, gyakorlatilag ugye a előrendelésre itt van a gyűjtői kiadás, amit most egyelőre még nem, majd a későbbi képekkel megnézzük. Egyébként ez a New Holland CR11, ez nagyon tetszik nekem, az egy tök jó cucli, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy az, az nagyon jó lesz a játékon belül. És akkor nézzük meg, hogy még itt mi van. Ugye most már vannak ilyen season passzok, és gyakorlatilag az első évet ugye, hogyha megveszük, akkor kapunk hozzá, Ugye, vagyis, hát, ha úgy vesszük meg, hogy az elsővi csomagot, akkor egy, ér, egy éves szezonpassz mellé kapunk hát, ilyen innovatív masinárit, ami az első negyedév, másik negyedévben ez a Plains and Prairies, Egyébként, ami nem tudom micsoda még, és a Star Online az a harmadik, és lesz egy negyedik, ugye majd egy új, egy kiegészítős, egy DLC és egy új map. Üh, igazándiból nem tudom, hogy hogy, hogy ez a, a külön éri meg megvenni a játékot és akkor azt a dlc amit szeretnénk, vagy, vagy tehát a, a mostani 22-ben is nem mindent használtam én sem, volt, amit megvettem, volt, amit nem, de valaki így a Season Pass megveszi és akkor mindent meg fog kapni, aztán a viszontlátásra. A lényeg az az, hogy az előrendelés mindenképpen érdemes megcsinálni, hogy ugye ezt a McDon pakot euh, megkapjuk. Most az, hogy euh, ez ugye egy fűkasza, igazándiból, tehát, de egy plusz gépünk lesz, ugye szerintem érdemes mindenki előrendelni, úgyis játszani fogunk vele, akkor most miért ne kapnánk meg mellé ingyen. És akkor ugye hát nézzük itt, ugye Farm Ázsiában vannak bivajok is, ugye a videóban már láttuk, itt rá lehet menni ugye a képre, hogy jelárasztott mezőkön fogunk rist termeszteni, csak itt ugye én már utaltam itt a reakció videóban, hogy gyakorlatilag azzal a John Deere-rel, amivel a Chelsea csinálja a betakarítást, itt gyakorlatilag egyszer végig megy, meg visszafordul, és készen van. Tehát itt azért elég pici földeken dolgozgatnak, úgyhogy nem tudom, hogy ez hogy fog működni. De itt a leírás, ugye, hogy a rizsföldekkel teli kelet-ázsiai tájon be tudunk vágni új kihívásba, mezőgazdasági kihívásba. Építsünk egy mezőgazdasági birodalmat, ez érdekes egyébként egy észak-amerikai környezetben, egy, rengeteg szabad területe, tehát nagy map, vagy évezik a festői közép-európai helyet, zöldmezőkkel, a tavak és a folyó között, ez kettő, építse meg a álmérfarmjátot, vagy Hát igazándiból ugye az első volt akkor mondjuk ugye a Risföldek, tehát ez a kelet, keleti, kelet-ázsiai, tehát gyakorlatilag ugye azt is írja a végén, hogy három különböző területen, most nem tudom, hogy három mappal fog-e érkezni a, a Farming Simulator 25, nagyon jó lenne, mert akkor három különböző területen tudunk majd játszani. Értelemszerűen ugye ez a kelet-ázsiai, ez ilyen kisebb téma lesz, de lesz európai, meg amerikai is, úgyhogy most mondhatjuk összességem, hogy a keleti piac felé nyitnak, mert aki esetleg ott eddig nem farming szimulátorozott, az most már lehet, hogy azt mondja, hogy fog farming szimulátorozni. Ris termesztés és, árasa, és a mezőket vízzel. Kétféle rist, spenótot és más új növényeket termeszthet. Összesen jóval több, mint 20 közül választhat. Na most ugye a rizs az mindenképpen az ugye a videóból is kiderült, de ebből is két fajta lesz. Ez pontosan nem tudom, hogy mit jelent. De a lényeg az, hogy kettő fajtát fogunk tudni majd termeszteni, és lesz spenót is. Ugye a, volt egy videó, hogy ki mit szeretne látni ugye a Farming Simulator 25-ben, ugye mik az elvárások, mit szeretnénk látni. Na most ugye ott én például azt hiszem a spenótot nem soroltam föl, rengeteg más zöldséget és gyümölcsöt, növényt felsoroltam. De a spenótot nem miközben, hát ugye e, e, azt is, meg hát e, sőt, szerintem még talán rist sem e, soroltam föl. Tehát rengeteg a világ sok táján rengetegféle zöldséget, gyümölcsöt, e, meg mindenféle termesztenek, úgyhogy lehet még bőven válogatni. És ugye itt a hatalmas virvők és más állatok csatlakoznak a tehenek, birkák, sertés, a csirkék, lovak és egyéb állatállományhoz, még az új termési láncok és építőipari küldetések bővíti üzleti lehetőségeit. Na, tehát akkor a bivaj az, az mint egy e, új állat, és e, gyakorlatilag és egyéb állatállományokhoz lehet, hogy még valami más is jön, viszont lesz új termelési lánc, tehát értelemszerűen mondjuk rizsből, nem tudom, lehet instant rizst fogunk csinálni, vagy nem tudom, majd ezt meglátjuk. És az építőipari küldetések azok azért jók, mert ugye erről is volt szó ott a videóban, hogy mit szeretnénk látni, ilyet szeretnénk látni. Tehát ez a fajta, hogy építsük föl a dolgokat, meg, meg építőipari küldetések legyenek, ez szerintem tök jó. Mint régen a PV mapon is volt, meg most ugye egy pár például a Silver and Forest mapon volt, hogy a hajót lehetett építeni, meg például ugye a Vidán részt ott. Úgyhogy az, az például nagyon jó, szerintem. És menjünk akkor tovább, több gép, Ugye kedvenc márkáitól, hát több mint 400 gép és több mint 150 nemzetközi csúcsmárka van. Itt föl van sorolva Készihek, John Deere, Kubota, MF, New Holland, Valtra és még sok más. És hogy ugye mezőgazdasággal, erdőgazdálkodás, áttenyésztéssel foglalkozó, akár együtt, egyedül vagy együttműködve építi fel örökségét, a többjátékos módban öntött ilyen. Na most ez a építi fel örökségét, ez egy érdekes dolog, mert lehet, hogy lesz egy ilyen valamilyen, mint a Farmer dinasztiban valami hasonló, hogy lehet, hogy tovább lehet vinni, nem csak egy karakterre játszhatunk, lehet, hogy családot lehet csinálni, tehát valamilyen, valamilyen RPG-szerűség lesz benne. Ez egy érdekes kérdés, ugye ezek tök alapinfók, most egyelőtt többet nem lehet tudni róla, de majd ez a későbben ki fog derülni, egyébként ez a klassz is nagyon klasszul néz ki, nekem nagyon tetszik és egyébként egy Szeron uh, 12550, nem nagyon látom, de remélhetőleg uh, majd ezt meg tudjuk. Mezők és látványelmek frissítése, most itt uh, hát mondjuk megint egy engine frissítés történt, Giants Motor 10 néven fut ugye az új uh, engine, Na mindegy, így, ugye érezze mélyebb kapcsolatát szálltó és természetével az általános technológiai frissítéseknek köszönhetően, amely továbbfejlesztett grafikával és fizikával a legújabb és módosításbarát, tehát modolható, Giants Engine 10 -en alapul ide tartozik a távolsági köd, tehát akkor ugye, mint ezen a képen is látszik, ugye lesz itt távolsági köd, fokozott árnyékok, tehát az árnyékok egy picivel jobbak lesznek, a dinamikus időjárási hatások, Remélem, hogy ilyen sár a talaj deformációja, és még sok más. Tehát gyakorlatilag lesz köd, az árnyékok jobbak lesznek, és ö, dinamikus ö, ö, időjárási hatások a talaj deformációjához is hozzájárulhatnak, és még sok más is. Tehát remélhetőleg végre lesz már dagonyázás, meg sármód, vagy hát ilyesmi. A virtuális gazdálkodás romantikus élete még magával ragadóbb és hangulatosabb lesz. Hamarosan további leleplezések és részletek lesznek, természetesen ezeket ugye majd én is próbálom előszedegetni, úgyhogy amint lesz valami info, próbálok a videót csinálni, vagy, vagy posztokat kirakni Facebookra, úgyhogy stay tuned, ahogy szokták mondani. És akkor ugye itt van még egy pár kép, itt a végén még esetleg meghívnak minket a farmkonhoz, ha ki akarunk menni, azt hiszem Németországban van, így van, Mark Doberdorfban, úgyhogy, de itt van egy KCH kombány, ugye itt van egy ilyen, ez is nem tudom, MZURI, vagy valami ilyesmi, ez egy új vetőgépnek tűnik nekem, ugye egy fend, és akkor itt van ez a megdon téma. Úgyhogy egyelőre ennyit sikerült itt a blogon megnézni, és akkor ugye még vannak itt képek, ugye mondhatjuk, hogy itt van például ugye a Collector's Edition, ami gyakorlatilag, hogyha megvesszük ezt a Collector series akkor megkapjuk ugye magát a PC-s játékot, és a megdompakot pakkot hozzá. Van egy ilyen, hát nem tudom, hogy ki használ még CD-t, de egy ilyen 16 bites Retro Edition videójáték, meg CD, ez pontosan nem tudom, hogy mit akar. Van Modding tutorial CD, 32 matricát kapunk ilyen márkát, szerint Casey Huffent, John többi. stb. Ugye megkapjuk ezt a New Holland CR11-es Gold edition ami egy ilyen arany New Holland CR11, tehát ez mondjuk ezzel aratni eléggé menő lesz. Most nem tudom egyébként, hogy ez a, ez a játékbeni, vagy ez egy modell, mert itt igazán nem derül ki. Most vagy a játékban kapjuk, és akkor tudunk vele aratni, és akkor használhatjuk. Vagy egy modellt kapunk, és akkor bár tényleg nem tudom, szerintem a modellnek kicsit durva lenne. Kapunk egy kulstartót, cool egy farming szimulátorost, kapunk A2-es posztereket, három darabot, egy ilyen USB-s kulcs cuccot, egy ilyen sluszkulcsot, és azt írja, hogy elméletileg a, be lehet vele indítani a játékbeli traktorokat, gépeket, úgyhogy elméletileg egy jó kis cuccról van szó. Benyomjuk a sluszkulcsot, és akkor senki nem viszi a gépünket. <laughs> és hát ugye itt a doboz. Tehát nagyjából ennyi lesz a Collector's Edition-ben egyébként. Nem rossz, csak ugye nekem ezzel mindig az a bajom, hogy hogy Steven az ember előrendeli, vagy megveszi, és akkor ugye mire ez megjön, ki tudja, mikor tud vele játszani, de hát kapunk egy csomó mindent. Na, és akkor menjünk tovább itt a képekkel. Ugye így néz ki maga ez a Landwirtschaft szimulátor doboz. Egyébként itt is látszik. Ugye itt a klasszal az elején, ez az angol verzió, van e, ESRB és van PEG is, úgyhogy tök mindegy. És akkor ugye itt van ez a, ez a digitál e, letöltés, ennek a, hát a doboza, amit ugye nem kapunk meg gyakorlatilag, de ha akarjuk, akkor kinyomtathatjuk a e, kis CD tartónkba, vagy DVD tokunkba. És ugye ezen a kész ban van a 715-ös, ami nagyon-nagyon-nagyon jól néz ki, és ugye megkapjuk a megdon pakkot is hozzá, vagy esetleg ugye ez a, ez a PEG is, ezen a class van rajta, ezen pedig egy Valtra van, úgyhogy ez a három közül lehet válogatni. És akkor ugye itt van nagyban is ez a kép, ugye, hogy mi lesz a Season Passban az első évben, ugye négy negyed évre van fölbontva. Ez a innovatív Machinery, ez nem tudom, mit akar, ugye ezeket majd akkor fogjuk, nem is akarták szerintem előre nagyon lelőni, tehát ezt akkor fogják majd bedobni az infokat a közösbe performance on planes and prairies, nem tudom, hogy igazán, hogy ilyen prairies nekem, és a kép alapján lehet, hogy valamilyen ilyen, ö, ö, nyugat amerikai prairie kapunk, tényleg lehet, hogy valami lesz ott, vagy én nem tudom. A, a Stars Line, azt sem tudom, tehát ezek majd akkor kiderülnek, viszont ez egy érdekes mapnak tűnik, ez az mintha egy új map ugye, tehát kapunk egy új térképet, ez valami angol farnak tűnik, úgyhogy azt valószínűleg, mivel új map lesz, ezt mindenki meg fogja venni, úgyhogy az a, az a legizgalmasabb itt az összes közül. És akkor, ugye itt van egy töltőképernyő, valószínűleg ugye ez lesz a klasszos, a szín miatt, ugye ez a zöld szín, Giant Software, gyönyörűen néz ki egyébként a klassz, nagyon klassz és maga az egész is, tehát uh, ugye jobb oldalon egy ilyen amerikai farm stílusú van, bal oldalon inkább egy ilyen európai farm stílus, és uh, elméletileg itt a jobb oldalt meg végig a rizs szemek, úgyhogy uh, sőt, sőt nem tudom, itt a középső részen mondhatni, kamera pont nem látja, ott a középső részen az ott a, inkább tűnik rizsnek ott a vizes részen, tehát lehet, hogy az ilyen keleti akkor a fene tudja. Érdekes, de jól néz ki. Itt van egy ilyen kis háttérképünk, meg a bivaj. Na és akkor ugye itt vannak ezek a képek, ugye a Zuri vetőgépről, ugye itt van a kész IH Itt van maga ez a ködös, ugye állítólag nagyon sokat fejlesztettek a fákon, tehát a fáknak, a bokroknak a kidolgozottsága sokat javult. Természetesen elképzelhető, hogy a jelenlegi gépeken már nem biztosan, hogy jól fog működni ez a dolog. És azt hiszem Next Gen konzolokra is jönni fog ez a dolog, úgyhogy lehet, hogy új gépet kell vásárolni, ha maximális grafikán akarjuk ezt futtatni. De mindenképpen jól néznek ki egyébként a fák, tehát szépek. Levelek is, ágak is, stb. Itt van ugye a klasszunk, nagyon jól néz ki a Serion. És akkor itt van a McDon, ugye ez az a Kis kaszáló gép, ami jó, hogyha meg lesz, de szerintem mindenkinek meg lesz, majdnem mindenki erő fogja rendelni. Hát ez, ez már volt, ugye itt van ez megint csak, és akkor még itt van egy pár kép, ugye a <coughs> videóból, hogy a rista, hogy itt éppen ültetik. Valószínűleg tartom, hogy is betakarításhoz, meg ültetéshez mindenféle gépünk lesz. Mondjuk ez a vízzel árasztjuk el a területeket, mi nem tudom, hogy fog működni, de majd meglátjuk hogy ez is a videóból van, és akkor hát igazából nagyjából ennyi, és hát ugye maga akkor itt a blogon a mindenféle infó dologgal kapcsolatban, úgyhogy az első infók azok nagyjából körülbelül ennyi érhető el, ennyit lehet tudni, ezen kívül nem nagyon jött ki más a Farming Simulator 25 kapcsolatban. Fog még majd kijönni, szépen lassan fogják csöpögtetni ugye az infókat, de rengeteg újdonság van benne. Én nagyon izgatott vagyok, mert kíváncsi vagyok rá, hogy, hogy hogy fog ez a valóságban kinézni, meg a gyakorlatban. Ugye mind az új, en, új engine, felújított engine, meg a új gyár egységek, meg a, a, a építészeti küldetések, meg mindenféle egyéb dolgok, ezekre mind-mind kíváncsi vagyok. És uh, igazából nincs már annyira messze, november 12-én fog jönni, úgyhogy addig szerintem infodömpingre lehet számítani, és én is amit csak tudok, azt majd csinálok róla a videót. Meg mennek Facebookra posztok, úgyhogy én egyébként uh, jónak értékelem az egészet, tehát én szerintem uh, jól sikerült így a, a, a videó bemutató és így a első, uh, hogy is mondjam tehát nekem jó érzésem van a játék a kapcsolatban, elég sok mindent, infót megtudtunk, úgyhogy igazándiból a ti véleményetekre vagyok kíváncsi, hogy nektek hogy tetszik, tetszik amit eddig lehetett látni, vagy amit megtudtunk, vagy csalódás, mert sokkal több mindent vártatok, vagy másfajta dolgokat vártatok, kommentekbe, hogy alulra szépen írjátok le hozzászólásoknál, hogy hogy tetszik vagy nem tetszik a játék, meg fogjátok-e venni vagy sem, vagy esetleg már elő is rendeltétek. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok ehhez a Farming Simulator 25-hez, írjátok meg. És akkor ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, ne felejtsétek el feliratkozni a csatornára. Legközelebb találkozunk, én Karesz voltam, addig is szevasztok!